igazából, ahogy elkezdtem ezt a sportot, nagyon hamar megismerkedtem a kórházzal és a Kenézinek a dolgozóival, mert a második edzésemben egyből szilánkosra törtem a lábam, úgyhogy akkor egyből kimaradt 2 hónap. És igazából lassan 8 éve motorozok, és nem volt olyan év, hogy ne legyen valamilyen sérülésem. Ezek között vannak csuklótörések, amit sajnos műteni is kellett, akkor csípőmet sikerült eltörni, ugye most újra sikerült csuklómat összetörni, számtalan nagy rázkódást, húzódások, illetve rándulások voltak, amit igazából sajnos ebben a sportban nem lehet elkerülni. Ezt muszáj kipihenni, és igazából mindenkinek, aki elkezdi ezt a sportot, rá kell jönnie, hogy ez benne van, és valószínű, hogy be is fog következni. De igazából ezt még a Dorján Zoli mondta nekem, hogy ez ugyanolyan, mint a vízilabda, aki elkezdi, az vizes lesz. Hát aki a salakmotorba belefog, az valószínű, hogy 1-2 gipszet fog kapni. Úgyhogy én ezt már igazából feldolgoztam, ilyeneken már nem is gondolkodok, hogy egy sérülés után abba hagyni, mert ahogy most is Lengyelországba elestem, és éreztem, hogy el van törve a kezem, már egyből arra készültem, hogy mikor fogok visszatérni, és remélem, hogy októberben a magyar bajnokin azért sikerülni fog. És ugye most a magyar bajnokit vezetem a magyar versenyzők között, és szeretném ezt megőrizni, úgyhogy most ez a cél lebeg a szemem előtt, és mindent mégis teszek, hogy meggyógyuljak.